99-kor gondolom még ágyba voltam, de nem sokkal később egy e-mailt kaptam, amelyből kiderült, az talán tévesen, hogy az, vagy hogy biztosan tévesen, hogy aznap nem jelenik, vagy a NOL már nincsen, tehát az online nincsen, és nem jelenik meg a lap. És azt kell mondanom, hogy hát öreg motoros révén ezt azonnal átláttam, hogy miről van szó, és egy pillanatig nem volt kétséges, hogy ezzel a lapnak vége van, és hát nagy izgalommal néztem a nap további folyamán, hogy mi történik, leszaladtam persze megvenni az utolsó Népszabadságot, de nagyon világos volt számomra, hogy ez az utolsó Népszabadság. Mondani szokták, megszokás állat vagyok, én nem voltam előfizető, de minden reggel a sarki élelmiszerboltban megvettem a Népszabadságot, és ez hozzátartozott a napi rutinomhoz, hogy vagy még délelőtt, vagy ha akkor nem értem rá, akkor délután vagy este elolvassam a lapot, úgyhogy ez fájdalmas, amelyet most a Népszavával igyekszem pótolni, mint egyetlen lehetséges alternatívával. És hiányolom, igen, hiányolom. Éltem már a Kádár korszakban is, és hát egyszerűen jártas, keltes ember lévén az ilyen dolgokban, hát tudtam, hogy miről van szó. Árad agasság, de ezt olyan sokszor érzem az elmúlt években, hogy önmagában ez nem volt egy kitüntetett dolog, ami viszont, a súlya viszont rendkívüli jelentőségűnek tartottam azonnal, mert úgy láttam, hogy ezzel megint egy lépéssel tovább lépnek. Ez azért elképzelhetetlennek tűnt, hogy egyik napról a másikra megszüntetik ezt az orgánumot. Azt elég jól lehetett látni, és könnyen el lehetett képzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy lassan lépésről lépésre átalakítják a lapot, hiszen a tulajdonosi szerkezet megváltozásával nyilván befolyást szerezhetnek, a hatalom befolyást szerezhet a lapba, és tulajdonképpen racionálisnak is az lett volna racionális, ha nem úgy teszik ezt meg, mint ahogy botrányos körülmények között annak idején a Magyar Hírlapnál, hogy egyik pillanatban még egy liberális újság volt, és a következő számban már egy egészen kicserélt szerkesztőséggel egy szélsőjobboldali szégyelnivaló orgánum, ami ma is, hanem lépésről lépésre meg lehetett volna ezt csinálni. Nyilvánvalóan kinek-kinek máskor szakadt volna el a cérnája, kinek-kinek, ki-ki máskor értette volna meg, hogy mi történik, és az egyik nap nem különbözött volna sokat a másik naptól, és néhány hónap alatt végül is lehetett volna egy olyan ellenzéki napilapot faragni a Népszabadságból, nyilvánvalóan emberáldozatokkal, nyilván számos szerkesztő észrevette volna és elment volna, amely továbbra is ellenzéki, csak éppen a leglényegesebb kérdéseket nem érinti, azokat, amelyeket elementárisan fontosnak tart a hatalom, hiszen ahhoz a fügefalevélhez, amit az Orbán kormány maga elé terít, ahhoz hozzátartozik, hogy legyen ellenzéki napilap. Ugye? Tehát ez lett volna racionális, és tökéletesen irracionálisnak tűnt ez a hirtelen döntés, amit ma se tudok másképp értelmezni, mint egy hisztérikus döntésnek. Valamitől ugye három elem lehetett, három olyan dolog volt a Népszabadság utolsó hónapjaiban, amik egyébként nagyon jó hónapok voltak, nagyon magas színvonalú hónapjai voltak a Népszabadságnak, amely kiverhette a biztosítékot. Ugye volt egyrészt a Nemzeti Bank elnökének ez az igen súlyos és botrányos esete. Aztán volt Rogán Antalnak az inkább nevetséges ügye, amelynek a jelentősége nem is abban volt, hogy helikopteren utazott ide vagy oda, hanem az, hogy letagadta, hogy egyszerűen szemérmetlen letagadta, hogy az ország egyik felelős államférfia nyíltan hazudik, és amikor megmutatják a fényképet, akkor megvakarja a fejét, és azt mondja, hogy ja, mégis eszembe jutott, hogy helikopterrel mentem. De én sem ez egyiket, sem a másikat nem tartom döntőnek, hanem a harmadikat, nevezetesen, hogy a Népszabadság kitűnő kommentárokat és értelmezéseket hozott a népszavazásról, amely hát akár
hogy is gondoljuk, nyilvánvalóan bukás volt Orbán Viktor szemről, és az, hogy ezt leleplezte a Népszabadság sok más orgánummal együtt, ez verhette ki szerintem a biztosítékot, és szerintem ez egy hisztérikus lépés volt, de hát nyilván ezt, erről nem tudok semmit, és talán senki, vagy nagyon kevesen tudják itt a részleteket, és hogy mikor fog kiderülni, azt nem tudom, de az én rekonstrukcióm az, hogy ez egy hisztérikus döntés volt, ami az egyik, amely előző este történhetett, vagy előző délután, és hát aztán sok minden mutatta, hogy ez nyilvánvalóan Orbán Viktor döntése volt, ezt senki nem kételheti, hogy egy ilyen súlyú döntést, amelynek ilyen nemzetközi konzekvenciái vannak, ezt más nem hozhatott meg ebben az országban, és az pedig, aki elhiszi, hogy itt bármilyen gazdasági szempont szerepelt, hát az magára vessen.